először is gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Sajnos a csapatom mai mérkőzésen nagyon passzívan játszott, főleg az első fél időben a szerzett gól nemhogy előnybe, de hátrányba hozta a csapatomat. A gond, amit látok, hogy nem voltunk sikeresek a mai mérkőzésen, hogy nagyon sok labdát vesztettünk el. Főleg a középmezőnyben még nem bírjuk beállítani ezt a hármast, a Knyazsevics, Baluta, esetleg mellé a harmadik játékost. Fizikai állapotuk nem ideális, tehát ezen még mindig dolgozunk, ez tudatos. De nagyon sok labdát elvesztettünk a mai mérkőzésen, főleg az első fél időben passzívak voltunk. A szerzett gól után nagyon mélyet húzottunk be, nem tipikus a mi játékunkra. És én magam alig bírtam csodálkozni, hogy mennyire visszaléptünk, a csapatom visszalépett, főleg az első fél időben. És ilyen stílusban itt ez a játék stílus nem hozhat eredményt. Tehát én is tisztában voltam a fél időben, próbáltunk váltani a középmezőnybe. A Joel Fanifal, hogy a középmezőnyt megerősítsük, és akkor könnyebb munkája legyen a Balutának előrefelé. Sajnos nem ideális játékot játszottunk ma, legalábbis nem a gustosom szerint, nagyon sokat védekeztünk. Tehát úgy érzem, hogy a győzelem a hazaiakért megérdemelt. De viszont nézem a saját csapatomat, nagyon sok hibával ma játszottunk, és abszolút nem vagyok megelégedve a játékommal.